Imádjuk a Szent Háromság Istent, Istenünk, Atyánk, aki teremtett, világodat igazsággal és kegyelemmel koronázod meg. Imádásodra gyűltünk össze. Jézus Krisztus kereszted új életet és igazságot hoz. Imádásodra gyűltünk össze. Szentlélek, aki arra indított szívünket, hogy igazságosan cselekedjünk. Imádásodra gyűltünk össze. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. És a te lelkeddel. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a metodista imaházban, az ökumenikus imahétnek az 5. napján. Szeretettel köszöntöm a kollégáimat is, Fekete Zoltán káplán urat, Kasszúr Gyula református lelkészurat és Sepcsik Zoltán evangélikus lelkész testvéremet, aki az igét fogja ma közöttünk hirdetni. Kedves testvérek, Istent imádjuk és őt magasztaljuk, és ezért az első énekünk az Uram, te hozzád futok című ének, és ezzel szeretnénk kezdeni az Isten tiszteletünket. Testvéreim, most valljuk meg a mi bűneinket az Isten előtt, a kivetítőn látjátok ezeket a bűnvalló imádságokat, és az elsőt Zoltán fogja vezetni, a gyülekezet pedig a vastagon szedett betűkkel, mondatokkal válaszol. Könyörülő Istenünk, arra választottál ki bennünket, hogy nyájad pásztorai legyünk. Szent fiat Jézus arra tanított, hogy igazságosan cselekedjünk.
Tudjuk, hogy szolgálatunkban olykor igazságtalanul bánunk a ránk bízottakkal. Előnyben részesítjük a hozzánk közel állókat, vagy azokat, akik magasabban vannak a társadalomban. Nem törődünk az idegenekkel, a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Félünk megvédeni az elnyomottat, hűtlenül kezeljük az egyház erőforrásait. Egy cselekedetek miatt egyesek elfordultak egyházattól. Urunk, irgalmazz nekünk! Urunk, irgalmazz nekünk! Szerető Istenünk, nyájadként gyűjtöttél össze bennünket. Szent fiad Jézus arra tanított, hogy szeressük egymást, hiszen ez mutatja, hogy tanítványait vagyunk. Megvalljuk, hogy nem tudunk a szeretet parancsa szerint élni, mert vetélytársnak tekintjünk más egyházak tagjait. Ellenségesek vagyunk egymással szemben, és késedelmesek a megbocsátásra. Csak önös érdekeink vezérelnek. Nem veszünk tudomást testvéreink szükségleteiről, kizárjuk azokat, akik nem osztják nézeteinket. Ilyen viselkedéssel csak a válaszfalakat magasítjuk egymás között. Urunk, irgalmazz nekünk! Urunk, irgalmazz nekünk! Kegyelmes Istenünk, azzal bíztál meg bennünket, hogy közös otthonunk az igazság helye legyen mindenki számára. Odaadó szereteted esőt ad az igazaknak és a hamisaknak, és Jézusban arra tanítasz, hogy személyválogatás nélkül szeressünk. Megvalljuk, hogy nem tudjuk ezt a tanítást követni. Tiszteletlenek vagyunk embertársunkkal szemben. Hamis dolgokat terjesztünk a közösségi oldalakon. Részt veszünk a társadalmi összhang megbontásában. Életmódunk kockázatos következménye, hogy a világ terméketlen ugarrá válhat, ahol már nem sarjad igazság az egész teremtettség számára. Urunk, irgalmazz nekünk! Urunk, irgalmazz nekünk! Ha megvalljuk bűneinket, az Úristen hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Jézus Krisztus nevében mi bűneink meg vannak bocsátva. Dicsőség Istennek. Amen. Kérem azokat, akik kicsit később jöttek, itt elő van még hely, tessenek csak nyugodtan, kényelmemben helyet foglalni. Ne félj, mert megváltottalak, ez az ének szól hozzánk. Szól a mi szívünkhöz. Ne félj, mert megváltottalak, ének szól. Yeah.
Isten igéjét hallgassuk meg. Kegyelmes Urunk, feddő igéje szól hozzánk Ámosz próféta könyvének 4. fejezetéből, a 4. és a 8. versek által határolt szakaszból. Óvó intés ez, mert Izraelnek nem használt a fenyítés. Hallgassuk úgy, hogy nekünk használja. Jöjjetek csak Bételbe és vétkezzetek! Gilgálban vétkezzetek még többet. Hozzátok reggelenként áldozataitokat, harmadnapra tizedeiteket. Égessetek kovásszal készült hálaáldozatot, kiáltsatok, híreszteljétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert így szeretitek Izrael fiai, így szól az én Uram az Úr. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapnivaló városaitokban. Kenyérhiány volt minden helységetekben. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Én az esőt is megvontam tőletek 3 hónappal az aratás előtt. Az egyik városra adtam esőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt, és kiszáradt. 2-3 városból támolyogtak egy városba, hogy vizet ihassanak, de nem jutott nekik elég. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Amen. Testvérek, álljunk fel! Nyitott szívvel hallgassuk az evangélium tanítását Lukács evangélista közlésén keresztül. A 4. fejezet 16-os versétől a 21-es versig. Jézus, amikor Názáretbe élt, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki oda, szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva, az Úr lelke van rajtam, azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, és elkezdte beszédét: ma beteljesedett az írás, amint az imént hallottatok. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Helyünket elfoglalva, az ige hirdetésre készülve énekeljünk most egy éneket. Ez egy új ének. Azt mondja a Biblia, hogy énekeljetek új éneket az Úrnak. És ez a 2 ige szakasz Istennek arról a vágyáról szól, hogy szeretné, hogyha helyre állnánk. Hogyha megtérnénk hozzá, hogyha őrá figyelnénk, hogyha nem csak az eszünkkel figyelnénk rá, vagy nem csak vallásos cselekedetekből figyelnénk rá, hanem ha a szívünk megváltozna. És erről szól ez a dal, hogy amikor Isten megragad bennünket, és az ő szent lelke a szívünkbe árad, akkor bizalommal mondhatjuk, hogy ő a mi édesapánk, és mi pedig az ő fiai vagyunk. És ez a helyreállás. Úgyhogy erről szeretnénk énekelni, megtanulni ezt az éneket. Szeretnénk egyszer elénekelni, és utána majd az ige hirdetés és a közben járó imádság után majd még egyszer el fogjuk énekelni ezt az éneket. Thank you.
hova semmi már. Fiat vagyok, atyám, nem tart hova semmi már. Fiat vagyok, atyám, még egyszer előre neked, mikor körbe fog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Lukács evangélista elbeszélése szerint Jézus Urunk egyik első nyilvános fellépése, beszéde az, amely előttünk áll a mai alapigényben, evangéliumokban. Krisztus Urunk szűkebb hazájában, ebben a néhány százfős kis galileai faluban, Názáretben, az ottani zsinagógában emelkedik fel, hogy felolvasson egy részletet az egyik ószövetségi tekercsből. Hogy megpróbáljuk elképzelni ezt a jelenetet, talán segít bennünket abban, hogy majd úgy meg is nyíljunk az üzenet számára. Mi szekszárdi viszonyainkhoz hasonlítva nem annyira mondjuk a bélatéri templomot kéne elképzelni, amikor a názáreti zsinagógára gondolunk, hanem talán egy olyan forma helyre, mint ez a gyönyörű, szép, de méretét tekintve kisebb forma, olyan családias metodista templom. Talán pont egy ekkora helyen, pont egy ilyen helyen voltak együtt ott a felnőtt zsidó férfiak, érdeklődők, és ezen a ponton emelkedett fel a mi Krisztus Urunk, hogy felolvasson. Azt mondják a kortörténészek, hogy teljesen szokásos volt ez a rend, hogy a zsinagóga vezetője vezette az imádságot, a felolvasásokat, a Tórát, Mózes öt könyvét olvasták folytatólagosan egyik hétről a másik után. Azonban az egyes Tóra szakaszokhoz választott prófétai részleteket vehettek elő. Jézus jelentkezik önként, hogy egyfajta laikus felolvasóként most elkérje Ézsaiás próféta tekercsét, és innen olvasson fel egy részletet.
Csak úgy zárójelben nekem, hogy feltűnt a készülés során, figyelj csak meg ezt az alázatot. A testélet ige ebben a néhány száz fős názáreti kis falucskában felemelkedik, hogy a laikus olvasó szerepében elővegyen egy jó szövetségi textust. És felcsendül Ézsaiás próféta könyvének egy részlete, méghozzá 61. fejezet, egy gyönyörűséges és a zsidóság által nagyon nagy becsben tartott részlete, amely az eljövendő messiás személyében szólal meg, és a messiási időket idézi. Megint csak zárójelbe hagy egyezzem meg, hogy ekkor még nem volt fejezetekre osztva az Ószövetség, Jézus Urunk szívében van ott pontosan az a mondat, pontosan az a hely, amit neki, hát a régi zsidó szokás szerint, úgy jobbról-balra haladva, elő kell keresni abból az egy tömbből faragott, fantasztikus iratkötekben, Ézsaiás könyvében. És felcsendül ez a részlet. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássom a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Mennyi várakozás kötődött ehhez a néhány sorhoz. Évszázadok óta a zsidóság várta, hogy egyszer csak majd megjelenik a messiás, és véghez viszi, beteljesíti ezeket a sorokat. És ehhez a néhány mondathoz kapcsolódóan persze ott volt az ő fantáziájuk. Milyen lesz az, amikor majd beteljesedik mindez? Nagyon sokféle elképzelés született arról, hogy ez a messiás eljövetele, ez a beköszöntő korszak majd mit jelent a zsidóság számára, de azért a legtöbb várakozás arról szólt, hogy valamiféle gazdasági fellendülést a politikai katonai értelemben vett uralkodóknak, a láncoknak a lerázását jelenti majd, és egyáltalán a társadalmi igazságosságnak a megjelenését jelenti majd. És egyszer csak megszólal ez a gyönyörűséges szakasz. És a végén, az ézsaiási szakasz végén egy nagyon híres kifejezés, amikor azt mondja a mi Krisztusunk, hogy hirdessem, felkent engem az Úr, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Most egy újabb lépcsőt kell tennünk így gondolatban. Ézsaiás 61-et idéztük fel, ezt a evangéliumi szakaszt úgy magunk elé képzelve, még ezen belül is aztán tovább kell mennünk, mert Ézsaiás utal egy a Tórában megtalálható nagyon fontos kijelentésre, a mi szokásos megnevezésünk szerint Mózes 3. könyvében egy szakaszra, amelyet a 25. fejezetben találunk. Itt a mózesi rendelkezés Isten üzenetét felfogva meghirdeti az Úr kedves esztendejét, amely azt jelentette, hogy 6 éven át kellett munkálkodni a földön, a szőlőben, de a 7. évet meg kellett hagyni szombatévnek, sabbátévnek, a nyugalom évének. Hagy pihenjen az a föld, hagy pihenjen a szőlő is. És aztán a rendelkezés szerint, amikor eljött egymás után 7 ilyen sabbát időszak, akkor a 7x7 után, az 50. év, az volt az Úr kegyelmének kedves esztendeje. Ennek az 50. esztendőnek a 7. hónapjában, egy megadott napon, a nagy engesztelés ünnepén meg kellett fújni a sófárokat, ezeket a kosszarv kürtöket, és akkor kihirdetni a nagy elengedést. És valami egészen elképesztő dolgokat olvasunk itt ebben a rendelkezésben, hogy mit is jelentett volna az, hogyha megjelenik, ha megvalósul ez a bizonyos Úr kedves esztendeje. Minden rabszolgát ugyanis fel kellett volna szabadítani, visszaengedni a saját családjához. Minden olyan földet, amely adósság miatt idegen kézre került, vissza kellett volna adni az eredeti családnak. Szinte szédítő most így a mai eszünkkel, modern eszünkkel, a mai világunk olyan nagyon szétnyíló társadalmi rétegeit, sokféle igazságtalanságát látva, úgy szédítő belegondolni abba, hogy mi lett volna, ha ezt a zsidóság megtartja, és mondjuk példát mutatva megtartatja a világ minden népével. De hát ez egy külön másik nagy téma. Ez volt az Úr kedves esztendeje. És amikor összetekeri Krisztus Urunk ezt a tekercset, visszaadja a zsinagóga vezetőnek, az elhelyezi, akkor szintén a kor szokása szerint leül, és ilyenkor a laikus felolvasónak jogában állt néhány gondolatot, személyes gondolatot hozzáfűzni a felolvasottokhoz. Milyen fantasztikus, hogy Lukács szinte olyan művészien vezeti a mi figyelmünket is, azt mondja, hogy minden szem akkor Jézusra szegeződött. Szinte úgy elképzelem ezt a beálló feszült néma csendet, és egyszer csak megszólal Jézus. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.
Egy kicsit mélyedjünk bele, ízlelgessük, hogy mit is jelent ez a fantasztikus kifejezés, hogy ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. De mielőtt ezt megnéznénk, megint csak egy zárójeles megjegyzés hagyd tegyek. A készülés során nekem nem is a szakaszhoz, a textusunkhoz, hanem azaz felvezető részhez kapcsolódóan volt egy számomra, magam számára fontos észrevételem, hadd osszam meg a testvérekkel. Lukács elbeszélése szerint nyilvánvalóan Krisztus Urunk nyilvános megjelenésének első mérföldköve ez, a názáreti zsinagógában való prédikáció. Egy nagyon fontos mérföldkő az ő földi küldetésében. És milyen érdekes, hogy mi előzi meg ezt a nyilvános fellépést, ezt az első mérföldkövet, ennek a letételét, megjelenését? A pusztában való megkísértés, a böjt ideje. Tudom, ez egy külön téma, tudom, hogy alaposabb kutatást igényelni, hogy alátámasztani megfelelően bibliai helyekkel, igékkel, de tudom, hogy jó néhány bibliai hely ezzel párhuzamosan is megerősíti, és ami keresztény őseink az előttünk járó 2000 évben spirituális tapasztalataikat sokszor leírva, megosztva az utókorral, megerősítik, hogy ez a mi életünkben is gyakran van így. Mielőtt Isten valami, az mi életünkben valami nagyon fontos, ilyen mérföldkő jellegű dolgot akarna véghez vinni, előtte meg kell járni a pusztát. Előtte a böjt ideje jön, a belső harcok, talán a kemény időszak, a megkísértés ideje. A legbelső harcot kell megvinni az ős ellenséggel magunkkal. Sokszor ilyen pusztákon át vezetve rak a mi Istenünk ma is, a mi életünkben is, ilyen nagyon fontos mérföldköveket. Mindezt nem rémisztésként mondom a testvéreknek, hanem inkább vigasztalásként. Talán vannak köztünk most is olyanok, akik éppen ezt élik meg, ezt a pusztaságot, a kísértés, a nehézség idejét. Lehet, nem tudom, persze Isten lelke adja meg, testvérem, hogy majd megértsd a te életedben mit jelent, de az is lehet, hogy valami fontos mérföldkő letétel előtt állsz. Erre készít a mi Urunk. Visszatérve azonban a textusunkhoz, és ez a fantasztikus kijelentéshez, ebben a beálló csendben a felhangzott mondat után ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Valószínűleg sok minden, sokféle gondolat elindult a jelenlévők fejében és szívében. Nem írja le Lukács, de én könnyen el tudom képzelni, hogy sokak fejében valami ilyesmi fordult meg, hogy ma, most teljesedett be Jézus. Ez az ige? Hát hogy gondolod ezt? Hát hogy veheted azt komolyan, hogy elkezdődött a messiási időszak? Nem figyeltél a híradásokra? Hát nem figyelsz a környezetedre? Nem változott semmit, sőt, egyre csak szorul az a hurok, amit úgy a felsőbbség ránk nehezedett. Adó terhek alatt vagyunk, a rómaiak egyre keményebbek. 2 évtizedet nincs, hogy a tőlünk 10 kilométerre lévő kis várost a porrá tették egyenlővé, mert messiási lázadások kezdődtek ott. Mi próbáljuk meghúzni magunkat, nehogy szembe kerüljünk Róma hatalmával. És te azt mered állítani, hogy most elkezdődött ez a messiási időszak? Hát a körülmények nem erre utalnak. De mégis Jézus ezt állítja. Ma, most teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Ahogy ízlelgetem ezt a szót, képzeletemben úgy látom, amikor Krisztus Urunkat ott Názáretben kijelenteni ezt az ígét, az jut eszembe, hogy ez egy nagyon fontos igazság. Amikor ő bejelenti jelenlétét, és ez a hatalmas programot, mint például ebben a beszédben ezt, hogy elkezdődött az Úr kegyelmes esztendeje most, akkor ez nagyon fontos komolyan vennünk. Lehet, hogy a saját életünk körülményei, a külső körülmények ellentmondanak annak, hogy zajlik már az, amit Jézus megígért. De ezt nagyon fontos tudnunk róla, hogy ahol ő van, ott a teljesség van. Még akkor is, ha azt nem láttuk kibontakozni. De ahova ő beteszi a lábát, ahol az ő szavával, lelkével jelen van, ott már a teljesség kezd el kibontakozni. Ez a fantasztikus dolog abban, hogy mi keresztények lehetünk. Nem kell azon versenyezni, hogy ki mennyire ismeri Jézust. Lehet, hogy éppen csak egy órája, egy napra jöttünk keresztények, úgy fogadtuk be őt, hogy friss vendég és központja uralmi életünknek. Lehet, hogy már évtizedek óta vele élünk, és így ismerjük őt, de aki csak egy picit is, vagy már nagyon is
De Jézus befogadta, az a teljességet fogadta be. És aztán kezdődik a program, hogy ez a teljesség kezd kibontakozódni. De már a kezdet kezdetén ott van. Ha komolyan veszük az ő szavát, hogy ő a világ világossága, akkor amint megismertük őt, ez már nálunk van, ez a világosság. És persze lehet, hogy életünk végéig tart, hogy ez a világosság úgy egyre teljesebb legyen bennünk, hogy egyre nagyobb fényerővel ragyogjon bennünk, hogy vaksiságunk, hogy tényleg elmúljon, de már kezdetén velünk van a világ világossága. És ő az igazság és az élet. És lehet, hogy amikor megismertük, még csak kezd kibontakozódni, még csak kezdjük felfogni, hogy mi is az igazság, és mi is az élet, de már a teljes igazság és az élet nálunk van, ha Krisztus velünk van. És ugyanígy az mindenki jelentésére. Ha azt mondja, hogy ő az élet kenyere, akkor a megismerése pillanatában a miénk ez az élet kenyér, még akkor is, ha aztán évtizedekig ebből kell fokról fokra táplálkoznunk. És amikor azt mondja, hogy ő az örök élet, akkor az ő megismerésének első pillanatában már velünk van az örök élet. És ez persze egyre jobban elmélyül bennünk. Csodálatos ezt látni, hogy ez a kijelentés ma teljesedett be, minden külső, ezzel dacoló körülménnyel szemben igaz. És kezd kibontakozódni azok szívében és életében, akik ezt merik komolyan venni. Gyönyörű ez a mondat. Az Úr kedves esztendeje kezd megvalósulni. Azért jöttem, azért kent fel az Úr, mondja, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Örömhírt hoz a szegényeknek, azaz az alázatos szívűeknek. A bibliai értelemben a szegények nem csak a szószoros értelmében vett szegények, hanem azok, akik magukat Isten előtt olyan szegénynek tartják, akik talán a keleténél is jobban kicsinek vagy kevésnek gondolják magukat. Örömhírt hozok, mondja Jézus, neked, aki esetleg azt gondolod, hogy túl pici, parányi porszem vagy ebben a világban, talán nem kellően fontos, talán senkinek nem kellően fontos. Örömhírt hozok az alázatosoknak, a szegényeknek, mondja. Fontos vagy. Az Isten szemefénye vagy. Gyönyörködik benned. Nagy becsben tart. A legdrágábbat készül odaadni neked, és oda is adja. Örömhír az alázatosoknak, az alázatos szívűeknek. A fogságban lévőknek, akik ki tudja, hányféle szívban, belső láncban szenvednek, bűnök sokféle árnyalata miatt olyan nem teljes életet élnek saját elképzelésük szerint sem. Azt mondja Jézus, hogy azért léptem be az életedbe, hogy megszabadítsalak. Szépen, fokozatosan levágjam rólad ezeket a láncokat. Legyen az bármilyen megkötözöttség. A meggyötört lelkűeket gyógyítani jöttem, hangzik ebben az Ézsaiást idéző bejelentésben mostantól kezdve. Olyan mi gyötörte meg a szíved, testvérem? Ez a régi ige, ez az első nyilvános Jézusi prédikáció neked szól, megtört szívűnek. Gyógyítani akarja az Úr a te szívedet is. És a vakoknak a szemük megnyílását hirdetem, mondja Jézus, megtanítalak látni a lényeget, a végső célt, a legfontosabbat. És hát az Úr kedves esztendeje, a nagy elengedés évét hirdetem neked. Tudnod kell, hogy elengedteted minden vétked. Tudnod kell, hogy megfizetek mindenért helyetted. Tudnod kell, hogy nem zár le most már téged a sírkő sem. Az Úr kedves esztendeje benned most elkezdődött. Ennek a kifejezésnek, hogy ma, most, ennek nagyon nagy ereje van. Hajlamosak vagyunk, azt hiszem, magamból kiindulva mondom, hívő keresztényként is ezt a kijelentést, hogy ma, most, ezt úgy nem kellőképp komolyan venni. Mondtam már kedves testvéreknek talán ilyen ökumenikus alkalom során, és számomra nagyon fontos bölcs a mondat, valaki egyszer megjegyezte, hogy mindig a mában a legnehezebb hinni. A múltban úgy jól látjuk Isten kezenyomát, valahogy könnyebb észrevenni, a jövőben úgy könnyebb fantáziálni arról majd, hogy mit fog tenni velünk. Mindig a legnehezebb a mában, a mostban komolyan venni, hogy velünk van, és hogy most akarja a tetteit véghez vinni. Jézusnak ebben a prédikációban ez a ma, ez a most, tehát valami különös erejű.
egy bizonyos dr. Diana Butler Bass, protestáns igehirdető, egyik írott prédikációban olvastam ezt az egyszerű néhány mondatot. A ma egy különösen veszélyes spirituális valóság, hiszen ki akar mozdítani a komfortzónából. Le kell tennünk a múlt nosztalgiáját és a jövőről szőtt irreális álmainkat, és át kell ölelnünk az Isten kegyelmének a jelenét. A múltba nézés romantizálja elődeink munkáját, jövő fürkészése tulajdonképpen utódaink feladatait vizslatja, de a ma minket helyez Isten országának titokzatos drámájában az események középpontjára. Nekünk kell aktivizálni magunkat a mában, a mi hitünket, a mi erőnket, a mi tálámatomainkat, a mi eszünket, a mi szívünket. A ma az egyik legradikálisabb dolog, amit Jézus tanított. Csodákat, szolgálatot, hálát, életformáló, könyörgő fohászokat most. Most éljük és írjuk. Emlékszem, egyszer az apostolok cselekedetei írott könyv egyik kommentárjában olvastam, a záró fejezet kapcsán, mondja a kommentáríró, hogy úgy fejezi be, szintén Lukács, ezt az ötödik új szövetségi íratot, hogy olyan váratlan a befejezés, mintha három pont lenne az utolsó mondatok után, mintha szándékosan úgy fejezte volna be Isten szent lelkétől ihletve, hogy minden olvasó érezze, nincs lezárva ez a fejezet. Az apostolok, a tanítványok cselekedetei tovább zajlanak. A mában is. Veled is. És velem is. Mi írjuk tovább a tanítványok cselekedetéről szóló, évezredeket átölelő, jézusi terv szerint zajló gyönyörűséges drámát. És ma, most kell beleírnunk hitünkkel, imáinkkal, tetteinkkel. Elképzelem, ahogy mondja is Lukács, hogy mit jelentett ez a feszült néhány pillanat, amikor minden szempár Jézusra szegeződik. Itt eldől, hogy hogyan fogják fogadni őt. Érdekes a folytatás, otthon érdemes utána olvasni, de hadd mondjam el a kedves testvéreknek, hogy Lukács leírása szerint a beálló néma csöndben, aztán a megszólaló Jézus rövid magyarázata után, akik esetleg nem ismerik a történetet, nem tudom, kitalálnák-e, de a jelenlévő tömeg akkor úgy dönt, hogy mindezt nem hiszi. Megragadják Jézust, és a kis városkájú falujuk szélén lévő hegyoldalból le akarják taszítani. Így döntenek. Lehetett volna másképp is. Micsoda dráma. Megszólal Jézus, minden szempár rá szegeződik, és jön a nagy kérdés, hogy elfogadom azt, amit ő mond, vagy sem. Tanúságként szolgál, hogy Ámosz próféta könyvéből is az intés olyan figyelmeztetésként szólal meg. A régiek nem fogadták el, hát mi fogadjuk el. A régiek ott Názáretben talán nem értették meg, hogy Isten terve szerint a messiás, a maga felszabadító tetteit mindig belülről a szív, a lélek mélyéről kezdi, kifelé haladva. Már a prófétákon keresztül is ott van a hamis Isten tiszteletnek az ítélete, ahol arról beszél sokszor Isten, hogy nem a külsőségeket nézi, hanem a szív belső szándékát. És amikor az új szövetségben ez a megjelenő messiás elkezdi a gyógyítás csodáit, sokszor látjuk azt, hogy első helyre hozza a lélek a szív gyógyítását, mint a kapernaumi béna esetében, aki nem azt hallja első mondatét, hogy kejfelés jár, hanem azt hallja, hogy megbocsátottak a bűneid. És utána azt, hogy meggyógyítom a testedet is. Nagyon fontos, hogy Jézus számára ez a világ sokat ér, tudnélik, a mi életünk, a biológiai testünk és az anyagi szükségleteink is, de egy világos sorrendet felállít. Keressétek először az Isten országát. Fogadjátok először ezt a szabadító tettet, az Úr kedves esztendét belül a szív, a lélek mélyén, aztán kifelé haladva a többit is. A názáretiek fordítva várták. Légy király, rázd le a rómaiakat, mutass valamit, aztán majd meglátjuk, mit csinálsz belül. De boldog az, az a szempár, az a szív, amely Jézusra szegezi tekintetét, figyelmét, és meri elhinni, hogy ő valóban az ígért messiás, aki az Úr lelkével felkenve most is, ma, neked és nekem, elkezdi véghez vinni az Úr kedves esztendejét, a szív belsejéből kifelé haladva, bűnöket gyógyítva, múltat, emlékeket tisztogatva,
szent lelkével erősítgetve minket. Áldjuk őt ezért, a nevét dicsérve. Imádkozzunk. Drága Urunk, nyisd meg a mi szívünket, hogy kemény szívvel el ne forduljunk tőled, hát, hogy merjük elhinni mának, mostnak szóló üzenetedet, jelenléted valóságát, hát, hogy merjünk kilépni saját komfortzónánkból, és merjük elhinni, hogy te most ma adsz nekünk nagy feladatokat. Szeretnénk figyelni. Vezess, áldj minket, drága messiásunk. Ámen. Válaszoljunk Isten megszólító igéjére hitvallással is. Fennállva mondjuk el közös hitvallásunkat, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölvetett mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvéreim, azt hallottuk az ige hirdetésben, hogy ma van az üdvösség napja, most jött el az idő. És egy ilyen mostra hívlak benneteket. Mi, akik azt hallottuk, hogy Isten megbékélt velünk, mi is békíjünk meg most egymással. Ne hordozzunk keserűséget és haragot a szívünkben egymás felé, hanem fejezzük ki egymás felé a békesség jelével azt, hogy szeretjük egymást és elfogadjuk az Isten békességet és szeretetet hozó üzenetét, és ezt készek vagyunk közvetíteni is. Így köszöntsük egymást a békesség jelével, békesség néktek! Békesség. Isten békesség legyen! Közbenjáró imádságra csendesedjünk el. Kivetítőről tudjuk követni ezeket az imádságokat, és így imádkozzunk együtt, és a vastagon szedett mondatokkal válaszoljunk az imádságra. Imádkozzunk. Imádkozzunk együtt az Úrhoz az egyházért és az egész emberiségért. Szigetekről és óceánokról száll hozzá dicséretünk, ó Isten, éret teremtője. Hegycsúcsokon és völgyekben dicsérünk téged, ó Isten, világ megváltója. Minden nép nyelvén hálát adunk neked, ó Isten, test és lélek vigasztalója. Eléd járulunk, terheinket és reményeinket hozva, kérünk téged, Istenünk, hallgass meg imádságunkat, és add nekünk szeretetedet. Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot szenvednek. Biztos minket, hogy szószólóik legyünk, és erősítsük őket a reménységben. Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot cselekszenek. A te jóságot töltse be szívünket, és tegyen a szabadság és a béke követeivé. Könyörgünk minden emberért és minden közösségért, akik kiállnak az igazság mellett. Hadd cselekedjünk igéd szerint igazságosan. Kérünk téged, Istenünk, hallgass meg imádságunkat, és add nekünk igazságodat. Könyörgünk az egyház látható egységéért, vezess bennünket, hogy betöltsük Jézus imádságát, hogy egyek legyünk, és együtt munkálkodva tanúskodjunk országodról. Kérünk téged, Istenünk, hallgass meg imádságunkat, és add, hogy forró szeretetet munkáljuk az egységet. Hálát adunk a sokféle színért, kultúráért, szokásért, amely körülvesz a világban. Szereteted által egyesít sokféleségünkben.
Segíts, hogy közös erőfeszítéssel védelmezzük az életet, és világunkat az egész emberiség igazságos és békés lakhelyévé tegyük. Kérünk téged, Istenünk, hallgass meg imádságunkat, és add nekünk békémet. Most együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, amely minden kereszténynek a közös imádsága. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ökumenikus ima alkalmunk véget ért. Hirdetem a testvéreknek, hogy a holnapi nap az újvárosi ima, az újvárosi katolikus templomban folytatódik az ökumenikus imádság, és fejeződik be. A házigazda a baptista közösség lesz, Fodor Péter baptista lelkész testvérünk, az igét pedig dr. Kaszó Gyula, református lelkipásztor hirdeti majd. Hívogatunk szeretettel erre az alkalomra is. Tessenek jó melegen fölöltözni az újvárosi katolikus templom vendégszeretete miatt. Úgyhogy tessenek. És így szeretnénk együtt imádkozni, és együtt lenni. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy együtt imádkozhattunk, és együtt lehettünk. Most pedig az áldásokat hallgassuk meg, és vegyük az áldást Isten igéjének az áldásait a szolgáló testvérektől. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen. Kegyelem, irgalom és békesség adassék néktek bőségesen. Amen. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Semmiért ne aggódjatok, mindenért adjatok hálát. Teljes bizalommal imádkozzatok Istenhez, és Isten békessége be fogja tölteni a szíveteket, és meg fogja őrizni a gondolataitokat is az Úr Jézusban. Amen. Amen. Ökumenikus Isten tiszteltünk befejezéséül, foglaljuk el a helyünket, és énekeljük még egyszerre el ezt az új éneket. Fiad vagyok, Atyám. Ez is a mának az éneke. Hitből a ma az azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus testvérei. És ezzel töltsük be a szívünket, és énekeljük ezt az éneket teljes bizalommal. Mikor körbe fog, gyönyörű dalod, bennem minden helyre áll. Ha jön szent lelked, várom rázzel, és a félelemmel száll. Nem tartok valamit,
Tart fogva semmi más. Fiat vagyok, atyám, nem tart fogva semmi más.